12 csapattal indult, az elmúlt években pedig az ország legnagyobb strandfoci rendezvényévé nőtte ki magát a Sóstói nyári torna. A szervezőknek limitálniuk kellett az indulók számát, így ezúttal is 40 férfi, illetve 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200 ezer forint összdíjazású tornának. A résztvevők 5 megye 15 településéről érkeznek majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő, és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy NB1-es csapat is érkezik Budapestről a Mad Dogs személyébe. Több válogatott játékos is itt lesz, hiszen tavaly is volt futsal válogatott is, és volt NB1-s játékosok, akik részt vesznek. Ezért ilyen óriási közönség vonzó ereje van ennek a tornának, hiszen ez egy olyan látványos sport, amin a mérkőzéseken a játékosok és a labda 80%-át a levegőbe töltik. Óriási ollózások vannak, hatalmas kapusbravúrok vannak, és hát jó hangulat van, hiszen a mérkőzések alatt végig szól a zene, a mérkőzés végén csobbanhatnak a játékosok egyet, vagy éppen legurítanak egy sört. Érdemes kilátogatni, hiszen az elmúlt 2 évben több mint 5000 néző látta ezeket a mérkőzéseket. A strandfoci tornának a sportérték mellett jelentős turisztikai vonzereje is van, a résztvevő csapatok játékosai családtagjaikkal több napot töltenek el Sóstón. A strandon alapvetően a vízisportok, vízilabda, úszás, amely a vízhez kapcsolódó sporták, de hát a strandlabda és a strandfoci az kifejezetten nyári élmény. Ilyenkor a csapatok szeretnek kimozdulni, tényleg egy ilyen kis lazulós, baráti társaságok összejönnek, és hozzák magukkal a családtagokat is, hiszen egy névnapos tornára érkeznek, itt Budapesttől kezdve több megyén az országban, és van olyan csapat már, akik már itt vannak egy hete, tulajdonképpen kivették a szabadságot. Ez az a hét, amely a hét elején nyilván a családdal közösen a sóstói turisztikai attrakciók, az állatkert, a strand, hétvégén pedig csütörtöktől elkezdődik a kőkemény torna, ahol apukák, anyukák szurkolnak a gyerekekkel, apukák pedig kőkeményen küzdenek a pályán. Csütörtök délelőtt a 4 női csapat mérkőzéseivel indul a strandfoci torna, majd 10 csoportban következnek a férfiak meccsei. A szervezők a dobogós csapatok mellett a legjobb kapus, a legjobb játékos és a gólkirály teljesítményét is elismerik majd a tornán.